Hosszú pórázon vezetve énekelve sétáltak a gyerekek Sophie-val és Zarával a bibliotékában. A gyermekkönyvtárban kialakított mesekuckóban interaktív, játékos feladatok vártak a csapatra. Csóri Sándornak egy picike versikéjét hoztuk a gyerekeknek, mert egy picit más foglalkozás lesz, mint általában tartani szoktuk a foglalkozásokat. Szeretnénk, hogyha a gyerekek a kutyusokkal együtt még jobban megszeretnék a gyermekkönyvtár részét. És ezt a verset fogjuk játékosan feldolgozni. A könyvtár nem először adott otthont ilyen jellegű programnak. A kutyák mindig is nagy kedvencei a gyerekeknek, nagyon szeretik a kutyás mesekönyveket, a kutyás ifjúsági regényeket, úgyhogy úgy gondolom, hogy élő kutyával találkozni a könyvtárba, ez egy külön öröm, és jó lehetőség arra, hogy esetleg olyan gyerkőcöket is bevonjunk ide a könyvtárba, akik amúgy nem könyvtárhasználók, de most majd kedvet kapnak ahhoz, hogy a könyveket is nézegessék, és ne csak a foglalkozást jöjjenek el. A tervek szerint a jövőben is lesznek hasonló foglalkozások havonta egyszer kisebb csoportok számára. A részletekről érdeklődni személyesen vagy telefonon lehet.